Ez volt a Junkies legújabb dala, amit egyébként a srácok pont ma töltöttek fel a csatornájukra, a vendégünk pedig Szekeres Andris. Szia Andris! Sziasztok! De ennek a dalnak a dalszövegét a legújabb tagotok Dani írta. Egyáltalán hogyan fogadtátok az ötletet, hogy itt van az új srác, ti is nagyon sok dalt, szövegeket írtatok, és akkor jön egy fiú, aki azt mondja, hogy új tag is vagyok, de egyébként meg én írok itt nektek dalszövegeket is. Hát nehéz helyzet volt. Ő elküldt egy e-mailben, és így megkaptam, hogy úristen, ez nem kéne, hogy lemaradj a lemezről, ahhoz túl jó. Úgyhogy nekem egyébként ez a kedvenc dalom az egész albumról, tehát így szerintem ez a legjobb. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megadtuk neki a lehetőséget, mert abszolút élt vele is, és tök jókat hozott. Mi az az energia, az az életérzés egyébként, amit a Dani hozott a Junkies életében? Hát nyilván a fiatalság, egy kicsit leúzza az átlag életkort, azért eléggé szállalmas volt úgy mostanában. De így úgy is szoktuk nevezni, hogy ő a zenekar lelkiismerete, mert a kimondott dolgokat behajtja rajtunk. Tehát, hogy amikor így, mit tudom, a régmúltban mondtuk, hát, hogy ezt meg kéne csinálni, és akkor azt úgy emlegeti. Tehát úgy előbb-utóbb ezek megoldódnak, ezek a dolgok. Nagyon jó címet adtatok az új nagylemeznek, kézműves Junkies. Na, tehát ezt fejtsük meg. Mit jelent a kézműves? Vagy érzem, a kézműves az mindig kétszer annyiba kerül, mint a nem kézműves, ugye? És ez egy csomó, egy kicsit ilyen humbukos dolog. Tehát például a kézműves manggal egyszer a szalonna az nem hízla, mi tudjuk. És 5 évvel ezelőtt jutott eszembe ez a dolog, és a Barna Jóci, aki a grafikusunk már 6 éve, így említettem neki, hogy majd egyszer csinálunk egy ilyet, mert szerintem ez tök jó ötlet. És úgy, hogy volt, el is felejtettem. És amikor elkezdtem hívni ezzel kapcsolatban, hogy lemezünk jön, és még nem tudom a lemez címet, csináljuk már meg a kézműves Junkies, és mondom, oké. Okay. És pont olyan stádium voltak a dalok, hogy még erre rá tudott egy kicsit így kanyarodni az egész. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez megszületett, hogy nem veszett el az ötlet. És ilyen figyelem felkelt kézműves, majdnem egy termékeladásos információkat is csepegtettek a Facebookra. A kézműves tények. Igen. Nekem nagyon-nagyon tetszett, elkezdtem visszolvasni, nem tudom, 15-20, majdnem 20 információt, amit minden nap bedobtatok. Ennek például mi volt az oka, hogy mi alapján informáltátok a rajongókat? Szerintem nagyon jó ötlet volt. Szerintem ez... Nem akarok eldicsekedni, de ez az én ötletem volt, pontosan azért, mert azon gondolkodtam, hogy mivel tudnám így felszínen tartani azt a témát így sokáig, egy hónapon keresztül, és ezt találtuk ki, de utána szépen ötleteltünk rajta, hogy mik lehetnek ezek a tények, tehát vannak egyébként nem túl érdekes tények, de az a lényeg, hogy maradjon a felszínen. Nagyon jó, én is végigolvastam. De beszéljünk, ami nagyon fontos, ugye koncert lesz pénteken. Igen, pénteken... Most egy kicsit a gombhoz a kabát. Én nagyon szerettem volna, hogy ezen a november 12-ig bulig meg tudjon jelenni a lemez. Nagyon sokat kellett dolgoznunk. Volt, hogy egyszerre 3 stúdióban is dolgoztunk az albumon. Kiké a saját részét. Hál' Istennek sikerült az egész, tehát meg tud jelenni időben. Az Esik Szét lemezünk 20. évfordulóját fogjuk ünnepelni, azzal, hogy eljátszok az egész albumot, de természetesen az új lemezről is fogunk számokat játszani, plusz olyanokat, amiket nem hagyhatunk ki, mert különben megbúdosnak minket a kiáratnál, úgyhogy vannak kötelező körök, ezeket el fogjuk mind játszani, egy nagyon jó koncert lesz. Egy picit még kanyarodjunk vissza az új albumra. Mennyire befolyásolta egyébként a dalszövegeket akár a Covid-helyzet, vagy a járványhelyzet, mert azért jellemző rátok, hogy egyfajta tematikára húzzátok fel az album. Igen, a kérdés nagyon jó, köszönöm szépen. Igazán az van, hogy az összes Junkies dalszöveg bármelyik sorát, hogyha emlegetjük, én tudom, hogy miről szól. Tehát vagy Attilával történt valami, vagy velem, vagy bárkivel, tehát itt közülünk, vagy valaki valamit megírtunk. És nem tudott volna úgy megszületni a Junkies lemez, hogy a Covid témája ne kerüljön elő, mert ugyanis mi mindig magunkról írjuk ezeket. És az elmúlt 2 évben, vagy az elmúlt időben, Mindenkit érintett valamennyire, sőt, hát valakit nagyon-nagyon, valakit kevésbé, de mindenki érintett ebben a témában, úgyhogy természetesen ezt a témakor sem tudtuk kikerülni, úgyhogy hogy bőven szerepel rajta ilyen utalás, vagy akár egész dal. Hogyha már dalszövegeknél tartunk, szerintem egy nagyon érdekes kérdés lehet az, hogy
az újabb, a frissebb Junkies rajongók mit fognak mondjuk fel az Esik Szét albumból most 2021-ben, amikor ezt el fogjátok játszani, mert ugye te nagyon fontosnak tartod azt, hogy a dalhoz, az albumhoz teljes mértékben hűek maradjatok. Köszönöm, megint egy jó kérdés. Most ha, nyilván sokat hallgattuk az albumot, mert volt, amit 20 éve nem játszottuk, vagy ilyen nagyon régóta, és újra kell tanulnunk bizonyos dalokat. És én azt vettem észre, hogy nagyon aktuális, gyakorlatilag túl aktuális az Esik Szét lemez. Én ennek örülök, mert vannak olyan lemezeink, amit az idő vasúlva eléggé megrágcsál, de pont az Esik Szét egy olyan csillagzat alatt született, hogy aktuális és friss tudott maradni, ami külön öröm számomra. Hát én azt kívánom nektek, hogy péntek este tényleg zúzzátok szét a Barbanegrát, és egy nagyon jó koncert legyen. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Andris, hogy ott voltál. Köszönöm.